A komlóskai hívekkel együtt imádkozta, énekelte a parakliszt, Kocsis Fülöp görögkatolikus megyéspüspök, meghívott előadó a Zempléni Gondolatok előadássorozat júliusi alkalmán. A Szokatlan című előadás Ne átkozd a némát, és ne tégy akadályt a vakútjába az emberi együttélés alapelveivel foglalkozott. A püspök úr arra hívta föl a figyelmet, a mai ember hajlamos a fogyatékos, idős vagy beteg embereket tehernek nyilvánítani, és a közösségekből kirekeszteni, ami teljesen ellentétes a jézusi tanítással. Amikor ilyen keményen fogalmaz a Biblia, ne átkozd a bénát, ne tégy akadályt a vak útjába, akkor szeretne rávilágítani ezekre az árkokra, ezekre a falakra, amelyek emberek között húzódnak, és amelyek a meg nem értés eredményezik, és egyre inkább eltávolodunk egymástól. Nagyon nehéz átlépni ezt a falat, vagy lebontani ezt a falat két ember között. A falu polgármestere Köteles László a faluban rendhagyó kezdeményezésként kialakítandó kormányzati falurészben az egyik telket a görögkatolikus egyháznak ajánlotta föl, és az erről szóló iratot nagy tisztelettel átadta Kocsis Fülöp püspök úrnak. Amikor ezt eldöntöttük, és 16 egyforma telket alakítottunk ki, akkor úgy gondoltuk, hogy a számunkra a legfontosabb sem maradhat ki, a görögkatolikus egyház. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom püspökatyának megfontolásra a telek lehetőséget, és kérem éljenek vele, és amikor eljön ennek az ideje az elkövetkezendő évek során, akkor minden segítségünket ahhoz is adjuk, hogy azon az egyházmegyének fontos épület létesítmény legyen. Sok szeretettel! Az előadást követően a Nyíregyházi Mandala Színház